Hat anyuka döntött úgy Horgoson, hogy kisgyermekével ellátogat a ringatóra. A foglalkozás során énekeltek, mondókákat tanultak és hangszerekkel ismerkedhettek meg a gyerekek és a szülők. Orosz Réka kislányával, Dorkával érkezett. Én azért döntöttem úgy, hogy eljövünk, mert nagyon fontosnak tartom a gyerekek fejlődése szempontjából is az, hogy sokat mondókázzunk és énekeljünk nekik. És Dorka kifejezetten szereti a mondókákat és énekeket, ezért nagyon örültem, hogy itt Horgoson is lesz lehetőségünk részt venni ezen a foglalkozáson. A ringató foglalkozás a gyerekek zenei nevelésére irányul, és fő célja az élménynyújtás. Itt énekelünk, meséket mondunk, hangszerekkel ismerkedünk, a tánc alapvető lépéseit. Nem, tulajdonképpen nem tanítjuk őket, nem neveljük, hanem az anyukáknak mutatjuk meg, meg az apukáknak, nagyszülőknek, hogy otthon mit játszanak, mit énekeljenek a gyerekeknek. A Magyar Nemzeti Tanács által támogatott foglalkozást két hetente pénteken szervezik meg Horgoson.